A megnyitó ünnepségen Király Judit, a Szerencsi Művelődési Központ és könyvtár vezetője, és Nyíri Tibor Szerencsváros polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Majd Király Judit kifejtette, hogy a 2020-as Covid-járvány után a közösségi életet megmozgatni nagyon nehéz feladat. Ennek a segítésére Nemzeti Művelődési Intézet tudásunkkal kézenfogva elnevezési projektet indított, közösségerősítés céljából, melyet a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs és Magyarország kormánya támogatott. A magyar kormány határozatában kifejezetten közösségi szakkari programok megvalósításának a szponzorálásáról döntött, ennek a lebonyolításával a Nemzeti Művelődési Intézetet bízta meg. 2021-ben még nem, de 2022-ben már pályáztak kétféle szakkori programra is, az egyik a mézeskalács készítés, a másik a nemezelés volt. Összesen 6 féle szakkori programból lehetett választani: veszőfonás, gyöngyfűzés, nemezelés, csipkeverés, hímzés, mézeskalács sütés. Valamennyi téma népi kismesterség. A program hivatalos kezdése tavaly ősszel lett volna, de a fűtési korlátozások miatt csak idén januárban sikerült elindítani a foglalkozást. Legalább 5 fős csoportban, 20 alkalommal oktató videófilmek segítségével sajátíthatták el a nemezelés technikáját. Az eszközöket és anyagokat a Nemzeti Művelődési Intézet biztosította a kormány által, valamint egy lelkiismeretes mentor is az alkotók segítségére volt, hogy szemnél szebb alkotások készülhessenek el. 2021-ben indult el ez az ASZAKÖR nevű kezdeményezés, amit a Nemzeti Művelődési Központ hirdetett meg. Ez tulajdonképpen azt a célt szolgálta, hogy a COVID után a közösségeket újra szervezze, újraindítsa, és ehhez a kormány egy támogatást biztosította, amelynek a keretében a szakkörökhöz különböző alapanyagokat, eszközöket biztosítottak, illetve mentori segítséget. A mi intézményünk 2022-ben pályázott először erre a lehetőségre, 2 szakkörre, egy mézeskalács készítő szakkörre, illetve egy nemezelő szakköri foglalkozásra, ami tulajdonképpen abból állt, hogy 20 alkalommal kellett megtartani ezt a szakkört. Volt egy videós tananyag, amit le kellett követni, tehát végre kellett hajtani a videós tananyagnak a szakköri foglalkozásait, és a végén pedig az elkészült alkotásokból egy kis kiállítást kell létrehozni, és ehhez, mint ahogy mondtam, mindenféle eszközt, anyagot, segítséget megadtak, hogy ezeket a népi kismesterségeket mi el tudjuk sajátítani. A mézes kalácsot azt azért választottuk, mert régi jó kapcsolatban vagyunk Garai Lászlóné Piroskával, akit a környéken egy elég jó hírű mézes kalács készítő, és őt kértük meg először, hogy segítsen ebbe, és végülis ő is volt a mentorunk ebben a projektben, a Művelődési Intézet, vagyis hát a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület által kijelölve. A nemezelés pedig azért választottuk, mert van az intézményünkben egy kolléganő, Kóra Judit, aki egyébként 5 fős, de nemezeléssel is foglalkozik, és ő vállalt ennek a szakkörnek a megszervezését. Ugye ő volt a nemezelő szakkörnek, úgymond a vezetője, én pedig a mézeskalácsi, és a megfelelő szakmai segítséggel. Az alapállapot a pályázatban 5 főre lehetett igényelni az eszközöket. Ugye mi azt tűztük ki célul, hogy főleg itt a kollégákkal, ugye itt az intézményen belül dolgozókkal végezzük el ezt a szakkört, de vettünk be külső tagokat is, és így menet közben, ahogy ennek híre ment, többen jelezték, hogy ők is szívesen foglalkoznának vele, úgyhogy most a következő turnusban, vagy a következő pályázati szakaszban a Szerencsi óvodában fogjuk megszervezni ezt a szakkört, ahol az egyik óvónő lesz ennek a szakkörnek a vezetője majd. A tárgyak egy része az az óvodákba kerül, mert ugye a szakkörben 2 óvónő is részt vett, úgyhogy mi felajánlottuk a tárgyak nagy részét az óvodai csoportoknak, hogy játszani, illetve ott ilyen foglalkozzanak vele a gyerekek, mert puha, kellemes, szép, színes, tehát gyerekeknek biztos, hogy tetszeni fog. Nyíri Tibor, Szerencsváros polgármestere részletezte, lassan minden falon, minden szegletben ott van az emberi kéz munkája, ami nagy örömmel tölti el, hiszen a kézügyesség fejlesztése nagyon fontos. Köszönet érte a kulturális központnak, a kulturális tárcának, de a legnagyobb elismerés az alkotókat illeti meg. A kézügyesség, az agy és a tudat fejlesztése itt megvalósul. A szerencsi gyermekeknek, a kicsiknek ez az érdeke. Jól látható volt 2 hete a kolompos tábor zárásakor, hogy az ilyen jellegű foglalkozásokat nagyon kedvelik az emberek.
Nagyon jó dolog, hogy van, aki összefogja a közösséget, és ezáltal az ilyen programok létrejöhetnek. A szakkör a tehetséggondozás egyik kisebb fajta szintere. A magyar nemzet mindig is híres volt arról a gondolkodásról, hogy az oktatásban az intellektus fejlesztése nagyon fontos dolog, és a szakkör ugyan nem általános iskolai vagy óvodai foglalkozás, de legalább annyit ér. Az pedig külön üdvözlendő, hogy a gyermekek befogadják a felnőttek által átadott tudást, hála illet meg mindenkit, aki ebben részt vesz. Köszöntőjét azzal zárta, kívánja, legyen minél több témájú szakkör szerencsén, a kultúra megőrzése nagyon fontos cél, a jövőben is ezért fognak dolgozni. A továbbiakban többféle szakkörrel bővül a kínálat, így mindenki megtalálhatja számára a legmegfelelőbbet, megtapasztalhatja a kikapcsolódás és alkotás örömét.